Az adó- és rezsicsökkentés, a munkahelyteremtés, a bevándorláspolitika, illetve a külföldről finanszírozott szervezetek témájában kéri az emberek véleményét a magyar kormány. A nemzeti konzultációról Tálai András térségünk országgyűlési képviselője tartott sajtótájékoztatót május 1-én Mezőkövesden. Olyan alapvető kérdések kerülnek napirendre, mint a migráció, az ország határának, az ország életének a megvédése, hiszen látható, hogy az Európai Unió Brüsszel más állásponton van, több országnak is az az álláspontja, hogy be kell engedni a migránsokat kvótaszerűen. További kérdések szintén az emberek mindennapi életét érintik, hogy képesek leszünk-e megvédeni a rezsicsökkentést, azaz engedjük-e, hogy Brüsszel mondja meg nekünk, hogy a szolgáltatók milyen áron szolgáltathatják számunkra az energiát. Azt gondolom, hogy az, amit az ország ebben a kérdésben is elért a rezsicsökkentés kapcsán, az nemzetközi szinten is elismerendő, és az emberek is elismerik, és azt meg kell védeni. A kérdések között a gazdaságpolitika mellett az adócsökkentés témaköre is szerepel. Fontos kérdés az, hogy Magyarország az adócsökkentéssel próbál versenyképes lenni más országokkal, erősebb gazdasági országokkal szemben, és ezt is el akarja tőlünk venni az Európai Unió, és ezt is meg kell védenünk, és a szuverenitásunk mellett ki kell állni. A nemzeti konzultációs kérdőív 6 kérdést tartalmaz, a válaszokat május 20-áig lehet visszaküldeni.